A karácsony mindannyiunk számára a legmeghittebb, legbensőségesebb ünnep. Ha az adventi időszakkal erre készülünk, a másik isteni személy a fiú megtestesült, emberi testet öltött, valóságos emberré lett. A három fő ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünkös közül a karácsony a leginkább családiasabb, legbensőségesebb ünnep, amihez elkezdtük a lelki készülést is, mondta plébános, aki szólt arról, hogy hétfő reggelenként 6 órától a katolikusoknál a Rorate Szent Mise van. A három fő ünnep közül, ugye karácsony, húsvét, pünkös közül, hogy az előbb is említettem, ez a leginkább családiasabb és bensőségesebb ünnepnek számít, de ezzel együtt elkezdődik a lelki készület is. Ennek is több iránya van, amiben egyrészt valóban a lelkünket készítjük föl. Nálunk katolikusoknál van a Rorate Szent Mise, ami hétköznap van. Minden héten, hétfőn, reggel 6 órakor mondjuk ezt a Rorate misét zsolozsmával, ez az egyháznak a hivatalos imája ezzel együtt. Hát ez valamikor úgy volt, hogy vasárnap kivételével minden nap van, de azért ez eléggé fárasztó, és úgy tűnt, hogy kimerültünk abba, hogy minden nap legyen, de így, hogy hetente egyszer legyen egy ilyen szentmise, az úgy tűnik, hogy ugye tetszik a hívek körében is. Úgyhogy egyrészt szeretettel várjuk. A lelki készület másik része, hogy 2020. szeptember 13-ától 20-áig lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ami 1938-ban volt Magyarországon, most lesz másodszor. A lelki készületeknek egy másik része, hogy 2020. szeptember 13-ától 20-áig lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ami 1938-ban volt először Magyarországon, most kerül másodszor megrendezésre, és szeretnénk, hogyha egy ilyen háromnapos szentségimádással készülnénk erre az ünnepre, illetve már hagyományá vált a Szálláskeres a Szent Család áltatosság itt a plébánián, ahol a hívekkel, közösségeinkkel együtt imádkozunk és készülünk a karácsonyra. És hát ehhez hozzátartozik a lelki megtisztulás is, a gyónás, amivel külön napot szentelünk, amikor, illetve estéket, amikor a hívek lelkileg is megtisztulhatnak. Jót tenni jó, és a jó cselekedetekkel készülnek, ha rászorultak segítésére, ajándékcsomaggal. Jó cselekedetekkel együtt készülünk arra, hogy valóban a rászorultakat megkeressük, egy-egy ajándékcsomagot vigyünk el számunkra. A Máltai Szeretett Szolgálat nagy segítség számunkra, és velük együtt a Spárban elkezdődnek majd a gyűjtések, ahol szeretném kérni a városnak a lakosságát, hogy egy-egy kis élelmiszer dologgal, ha tudnak, konzervvel, tehát főként azokkal, amit a későbbiekben is tudnak használni, kávé, citromlé, cukor, rizs, tehát ezek mind-mind hasznosak egy háztartásban. És nagyon szépen adakoztak a lakók, illetve a városnak a polgárai, amit ezúttal is szeretném megköszönni a korábbi adományokat is, de most is az előző években több mint 100 családot tudtunk így megsegíteni, és a Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül élelmiszerbankokkal is kapcsolatban vagyunk, ugye ez egyfajta élelmiszermentés, és hát így módon is szeretnénk segíteni a rászorultaknak, akik valóban örülnek egy szatyor élelmiszernek, még ha esetleg az olyan egyszerűbb csomag is, de azt gondolom minden jól jön. A György István Katolikus Iskolában szeretnénk majd újra a cipős doboz akciót beindítani, és rászorult gyerekeknek szeretnénk majd gyűjteni és továbbítani. Az adventi időszakban több ünnepség is lesz. A Mikulás ünnepség december 8-án lesz a templomban, az elsősök és a másodikosok vesznek majd részt rajta. Azt gondolom, hogy Szent Miklós püspök mindannyiunk számára kedves, és a gyerekek is nagy örömmel fogadják őt. És persze majd lesznek karácsonyi műsorok, betlehemes, amelyet a iskolákkal együtt készülünk, a Szent Pál Marista Általános Iskola is most egy misztérium játékkal készül, amelyet szintén szeretnénk megnézni, és ahová várjuk majd a városnak is a lakóit. De ugyanígy a iskolások adventi szentmiséje keretében kerül meggyújtásra majd az adventi gyertya minden vasárnap, de szeretnénk a
városi adventi gyertyagyújtásba is bekapcsolódni. Mert hogy ez mindannyiunk számára nagy öröm, készülést jelent, és jó a valóban együtt ünnepelni és közösen készülni. Én személy szerint szeretném felkeresni az idősebbeket, és akkor itt ragadom meg azt az alkalmat, hogy első péntekes betegeket keresünk, akik már nem biztos, hogy el tudnak jönni a templomunkba, de egy 10 perce, akár fél óráira is szívesen fogadnak és látnak, és akkor szeretném őket felkeresni, meglátogatni kis közös imádsággal, valóban talán, hogy ők is érezzék azt, hogy számítunk rájuk, és hogy fontosak nekünk. És természetesen majd lesz az évféli mise december 24-én, ahol nem kell képeslapot hozni, vagy ilyen képet nem fogunk osztogatni, hanem mindenkit szeretettel várunk. Ugye annak idén, amikor ez kialakult, akkor ennek megvolt a létjogosultsága, de úgy gondolom, hogy ez már a régmúlt. Az év utolsó szombatján a jubiláns házasokról fogunk megemlékezni. Ez egy záró esemény lesz, ahol műsorral, vacsorával egybekötött estét rendezünk nekik. Sorolta Gulyás Zsolt, aki elmondta, aki szeretne még a rászorulóknak tartós adományt adni, az megteheti a plébánián hivatali időben, vagy a vasútúti kápolnában délutánonként.